Halló! Hello, sziasztok! Kellemes napot kívánok mindenkinek! Vége van legalábbis nagy részt ennek a fél évnek, persze még pár jegy hiányzik, de az oroszlán része már megvan a dolgoknak, könyvek elolvasva, jegyek a Neptunban, ugye ahogy a cím is írja. Úgyhogy akkor ma délután egy kicsit kicsit chill stream lesz innen a Warzone-ból. Na most nyilván van még egy-két elmaradás egy-két hallgatónak, szóval lehet kérdezni, még akár reklamálni is lehet természetesen. Tehát, hogyha rossz jegyet írtam be, előfordul, ugye 180 hallgatónak kellett jegyet adnom. Nagyjából mindenkinek sikerült is. Benne van a hiba lehetősége, úgyhogy nyugodtan gyertek reklamálni, kérdezni. Igazából ez a stream úgy nagyjából ezért van. Viszont, hogyha nem jöttök, akkor én egy kicsit úgymond kikapcsolom az agyamat, és akkor egy picit játszunk is. Jó, na. Amíg itt érkeztek, addig ezt át is kattintom ide, én ezt beindítom. Oké, és jó. Rendben van. Na, és addig is, amíg érkeztek, szeretném így megköszönni Mark Boynak a 2 hónapot, így streamen kívül feliratkozott. Köszi szépen a 2 hónapot, Mark Boy, ha itt vagy, ha nem. Ó, és közben köszönöm szépen Ninja Rákunnak is a 2 hónapot. Köszi, köszi, köszi. Mi újság? Szia, Manvio! Hellósa lesz. Nektek is lezárult a fél év? Vagy még van hátra azért teendő? Ja, még csak most kezdődik a fél év. Dufesz, köszi szépen neked is a 2 hónapot. Köszi, haver, köszi. Arduino programozás? Hát, Manvio, csináltam én ezt, tudod, mérnökként végeztem. Tehát én mérnök info BSC MSC-t csináltam. MSC-n volt Arduino, tehát megy, az a baj, hogy eszközöm most nincsen. Nem tudom, mire gondolsz, Manvio. Na, szóval eszközöm most nincsen, elvileg tudok kérni majd szeptembertől, ha tudok kérni szeptembertől. Ora, neked is nagyon szépen köszönöm a 2 hónapot, köszi, haver. Hova menjünk? Hát menjünk egy ilyet. Ugye úgyis ez egy bemelegítőkör. Meg kicsit állítottam a Senzin tuba javaslatára. Hát nem biztos, hogy jobb lesz. De hát meglátjuk. Hát lehet, hogy tudnék kérni hamarabb is, csak az a baj, hogy... Hát nem baj, az a tény, hogy... Akinél van a... Hát, vagy jöjjünk ide le. Hát lejövök ide.
Még ide pont jönnek. Ott már ott van egy srác. Jó, innen el is húzunk. Meg fogadjunk, nem lesz semmi. Szóval elvileg tudunk majd kérni, lehet hamarabb is, csak tényleg akinél van ők nem itt vannak, már mint hogy nem mindig vannak itt. Mert a egyetemen a Uniga tanár úrnál, meg Buchmann tanár úrnál vannak ezek az eszközök, főleg. Ők meg félállásban a Nagybányai Egyetemen is tanítanak, és ők ott vannak fizikailag. Aztán nem tudom, hogy jönnek-e úgy egyébként. Hűha! Mindketten nagyon ügyesek voltunk. De most én voltam az ügyesebb kivételesen. Szóval nem tudom, Manvio, hogy lesz-e eszközöm, az a baj. De amúgy persze, egy kis Arduino-ba én mindig benne vagyok. Ártani nem árt. Nem is tudom, mit csináltam én annó Arduino-n beadandónak. Most ezen gondolkodok. Hát úgy tűnik se lesz, mintha működne, de azért még várjuk ki a végét. Most ezen gondolkodok, hogy mit csináltam én Arduino-ra. Mert ugye nekünk volt ilyen beadandó programunk. Nem fog be... Valami, mintha ilyen fényérzékelő szenzort csinálgattam volna, akkor volt ilyen gyorsulásmérős valami. A világ legmagasabb épületét sikerült megtalálni. Köszi Ninja Raccoon, köszi. Jön valaki. Mondtam, hogy megijeszted, de nem. Srác pont most jött vissza, szerintem. Na, hol van ez a Rikon? Hát, sok idő nincs rá. Na, hát... Eddig simán elugrunk. Itt lesz a két épület között. Aha. Na hát... Csináljuk. Szuper. Egy jó LMG az mindig jól jön. És akkor betesszük a pajzsot. Csináljunk valamit. Most még itt az elején... De jó. Én is felveszek egyet, ha megtalálom.
Fogadjunk, nem fogom megtalálni. Ennek a háznak a tetején van. De hogy lehet fölmenni erről? Nem. Ezt utálom ebbe egyébként, hogy mindig eltévedek. Így sincs lépcső. Mint ha valaki itt... De lehet, hogy csak én hallottam rosszul. Ez meg ugyanaz az épület. Közelebb. De nem tudom hol. Enemy UAV overhead. Hát vagy lehet, hogy nem jön. És se tudja. Hát na jó, menjünk valamerre akkor. Pénzünk még nincs elég egy loadoutra. Hát... Nem is tudom, vegyük fel ezt talán. Ha egyáltalán megtaláljuk. Hát, nem talált meg. Menjen a logika, srácok. Nem olyan nehéz az. Mármint, nem is egyszerű, de... Azért az menjen. Menjünk, nézzük meg. Itt van a, ebbe az épületbe lehet. Fönt mi? Ránézek ott fönt. Hát nem látom, akkor lehet, hogy csak így bent van. Az a baj, az első mellé ment. Az első betalál még akár jó is lehetett volna. Hát ugorjunk ugyanoda. Ott egy loadout. Most valakit ott lövöldöz. Akkor ezt kiszedjük.
Mert már nincs is itt. Na, mintha itt lövöldöznének. Csak itt nem tudok felmenni. Itt pötyög a srác pedig. Szépen besznikizünk. Töltényt veszünk fel, mert az kelleni fog. Claymore. Átklippel a lézer. Hát ez akkor szívás, mert én hát kimegyek, nagy valószínűséggel meg is halok. Pedig itt van. Ujjaj! Rám dobott egy stunt. Hát igen, Dave, az precízen kell, az biztos. Tehát ott az nagyon precízen kell. Hát, igen, ez amúgy baj, hogy minden vizsgál, az kell szerencse. Köszi Ninja Rákon, hidratálok is. Mert, hát, hogy ez jó-e vagy nem, ez ilyen tény, hogy van benne szerencsefaktor. Én az záróvizsga kapcsán szoktam mindig ezt mondani, hogy nem igazán jó, hogy így bemenni, tételt húzni. Ezt most hallgató vagy tudja, vagy nem. Hát általában nem, megbukni azért ritkán szoktak záróvizsgán, de nem jó ez így. Szerintem ez az én személyes véleményem, nagyon fontos. Sokkal jobb lenne egy komolyabb, komplexebb szakdolgozat. Ami tényleg azért egy komplex tudást tételez fel. Hűha! Mindketten ügyesek voltunk. Szia, Sotori. Hát igen. Ez is olyan fura, hogy ugye logikát is sokféleképpen lehet tanítani. És hát itt az egyetemen is sokféle képpen tanítják itt nálunk. Aztán hát én két vagy háromfélét tudok. Ahogy így oktatják. És úgy azért nagyon nehéz. Dufes. Hát igen, igen. Salesz, ennek az e-mailnek hatalmas értéke van.
Szerinted a kalkulus nehezebb? Hát... nem tudom, lehet. Tényleg jobb ez a szenzi. Tuba, ha itt vagy. Köszi. Mondjuk, ha rakok be pajzsot, akkor... meg beadta a fejes neki. Pedig matek szakon azért nem kéne, hogy ez gondot okozzon. Analízis. Aránylag fontos, főleg hogyha ilyen alapszintű. Mondjuk matek szakon gondolom nem az. Mint hogy nem alapszintű. Hát nincs fegyó. Nem megbántva a shotgun, de... Oké. Nem volt több lőszerem. Ja, hát ha utálja, hát jó, hát... nem lehet mindent szeretni. Én se szeretek Pythonba programozni. Most ez egy coming out volt, tudom. Na, csak csináljuk meg ezt a... de merről kéne. Van egy kocsi, azt elvisszük. Vagy mi ez? ATV. Scavenger, értem. Elment ez a kamion. Valamiért azt hittem az előbb, hogy... hát LMG-t még egyet nem veszünk fel. Vagy mi AR-t, LMG-t meg... jó, menjünk tovább. Mondjuk ez itt van közel. Hát... ugye... menjenek az, menjenek gyalog az állatok. Lisp jobb, mint bármi más. Hát igen. Hát... mondom, jó, ide kellett volna küldened. De egyébként írd be... Discordra, Twitch text csatornába. Enemy UAV overhead.
Jók vagyunk. Most akkor nézzünk meg egy ilyet. Lekérünk egy loadoutot. Ha csak nem tartja le valami vicces fiú. Az hogy? Beadta neki. Pedig a terv hibátlan volt. Dufes, ne velem oldasd meg a szoftverfejlesztésbe adandót, az biztos. Most nézem, hogy még küldtek védést. Na, azt majd megnézem utána. String közben csak nem kéne. Mi a gond a jávával? Tök jó. Mazoistáknak. Hát, célszerszám az is. Nem is nincs a rákon. Jó, hát neki kedvence, talán. De... Jajajaj. Nem sikerült. Hát igen, de volt egy recoil. Nem tudom, hogy ne szokott-e nézni amúgy Ninja Raccoon. Mondjuk mostanában nem hiszem, mert... Hát... Van meló bőségesen. Tehát... Rengeteg könyvet kellett átolvasnunk. Hát neki ugye az gyakor szinte az összeset. Ja igen? Hát nyomja, persze. Hány nézővel rédelted be? Mindenki ide jön. Ó, srácok. Biztos ez a kedvenc helyük, vagy nem tudom.
Hűha. Másik? Az még itt van, mi? Aha. Pszt. Nagy vagy, ha van fegyvered, ugye? Na és ilyenkor mi van? Mit lehet ilyenkor csinálni? Potétó. Mindegy, úgyse tudtam volna megölni. Kis pisztollyal. Hát, menjünk. Az majd lesz valami. Ja, lehet nem káromkodsz eleget. Nem, ez nem így van. Föndünnyög valami? Lehet oda menni? Ja, ez ablak. Na, miért nem tudok kimenni? Na mindegy, menjünk tovább. Oho! Uti! Ön honnan lőtt? Önt a hegyről. Aha. Nem talált. Én mindjárt meghalok. Á, és még ott is lát. Szórjam meg ilyennel. Kb. Esélytelen. Nem veszed el. És downed. Ennyi srácok. Csak pörgetni kell. Sose vedd el. Ez a fontos. Viszont ha downed, akkor az azt jelenti, hogy van self-revive-ja, ugye? Nem látom. Szevasz, Mark boy. Köszi még egyszer a 2 hónapot. Nem voltál itt az elején. Hát, hogy tetszik a UE5? Jól néz ki, nagyon. Nagyon jól néz ki. Várom, hogy milyen lesz. De srác most rám fut? Enemy UAV overhead. Betöltöm újra. Enemy UAV overhead. Tudja, hol vagyok? De nem mer följönni. Lehet, hogy nem is. Spameli a UAV-t. Nem mer följönni. Vagy tovább ment.
Vajon őt hallottuk? Mintha lenne itt még valaki. De nem látom. Hát, na mindegy. Kellőszer. Muszáj. Nem már, hogy két soti volt nála. Meg egy maszk. Na jó, menjünk valahova. Ne csak itt álljunk, mint egy... kezdő. Hát mondjuk pénzünk van, akár... el is kérhetünk egy loadoutot. Hát igen, se lesz, tényleg jó nézett ki. Persze meglátjuk majd, hogy hogyan használják, tech demo volt. És ráadásul Epic Games-es tech demo, tehát nyilván a saját engine-jüket demozták. Ugye az majd kiderül, hogy... hogy... a játékfejlesztők hogyan fogják ezt használni. Itt viszont mintha lett volna vár valaki. De mindegy. Na, és nézzünk rá a térképre, hogy hogyan is állunk. Azt mondja, hogy hát gyakorlatilag a kör közepén vagyunk. Két dolgot tehetünk, vagy megnézzük ezt, vagy kempelünk. De még sokan élnek, úgyhogy szerintem nézzük meg azt. Aztán majd lassan rámegyünk a vére is. Szóval se lesz, nagyon jól néz ki. Én nagyon bizakodó vagyok. És azért is, mert ez tehát ez konzol. Ugye ez a PlayStation 5, ha jól, igen, PS5 volt, ha jól emlékszem, amin ez így futott. És hogyha kapsz egy konzolt mondjuk olyan, hát mint mondjak, olyan 500 dollárért, ami tud ilyet, az azért komoly. Mondjuk nem kizárt, hogy a PS5 indulóba több lesz, mint 500 dollár, bár nem szokott. 30 FPS, nem. Bár lehet, hogy kezdetben olyan lesz, hogy a játékok azért... Jóha. Srác ajtóstól jött a házba. Pedig esküszöm, nem kempeltem. Meg a túloldalon van. Na, ott pötyögtetnek. Még mi elszaladunk. Itt már mindenhol pötyögtetnek. Hát ez most nagyon jóló így. Szerintem ebbe a házba lesz. Nem már tovább ment. Hát akkor menjünk mi is. Hát ő szerintem tovább halad. Okosan is teszi, mert nincs a fegyver. Bejött ide a srác. Hát ez nem tetszik nekem. És nézem, hogy pajzsom sincs elég.
Valahol itt van. Na, itt van bent. Láttátok? És szerintem ő kérte le a UAV-t, úgyhogy tudja, hogy itt vagyok. Hát most már biztos, hogy tudja, hogy itt vagyok. Viszont nem ölőtt rám szerintem. Vagy... Már tovább ment. Ott áll. Nem is értem, hogy miért nem lőtt rám a hamarabb. Ez nagyon furcsa volt. Jó lesz az Ninja Raccoon, jó lesz az. Milyen volt? Ha? Hát amúgy azt veszünk föl, meg ami kell. Ilyenünk van. Ez ugye volt a loadoutba. Hát csináljunk még scavengert, szerintem minek? Fölösleges. Ezt becsukjuk, az biztos. Akkor ránézzünk a mapra, hogy mi a helyzet. Nem rossz a helyzet, alapvetően. De azért majd kell menni egy kicsit. Itt egy kamion. Vajon annak van egy gazdája? Hát lövöldöznek arra, úgyhogy gyaníthatóan. Kéne egy kocsi, amivel be tudunk menni. Ez a kamion van itt közel. És el is viszik. De hova megy? Lőnek is rá. Na jó, akkor itt hátul kimegyünk. Ha ki tudunk. És megpróbálunk erről bemenni. Szerintem itt a tűzoltóságban vannak. Mintha innen lövöldözött volna valaki. Új, mögöttem is vannak. Ez szívás. Honnan lőtt? De a kocsig jó lenne eljutni. Valaki jó beállt ide. Hát visszajönk ide, ahol voltunk. Legalábbis. Nincs itt senki. Nem is itt voltunk, hanem... egyel arrébb. Lehet, hogy itt voltunk. Ne lövöldözz! Jajjaj! Hátulról is leszettek. Ez szomorú. Tudom, nincs a rákunk, gondolom. Hát biztos jó lesz, persze. Miért ne lenne jó?
Hát itt akkor vannak sokan, azt tuti. Én szerintem most már mindenhol sokan vannak. Hát akkor várjunk itt szerintem. Mondjuk nem a legjobb hely, mert egébe vagyunk ide szorítva. Hát itt meg fölülről tudnak lelőni. Föl tudok én itt menni? Ennyire föl tudok. Hello, farkas botond. Ó, és mennünk is kell. Hát akkor menjünk. Nem tudom, hogy ebbe a házba vannak-e vajon. Létezik, hogy itt nincsenek. Ez meglepő lenne. Lehet, hogy nincsenek. Ja. Hát akkor... Hát ideugrottam el először. Akkor itt várunk egy kört. Köszi. Hello, sheriff. Egy kis lőszer nem ártana. Az a baj, nagyon kevés a lőszer. Környékben nincsenek. De 30 lőszer az nagyon kevés. Hát ez a körszéle nem lesz jó. Attól tartok. Még a körszéle soha nem jó. Hát itt tuti vannak. Hát nagyon szintén itt már mindenhol vannak. Jó, az van view. Hát meglátjuk. Az a baj itt a... A fenébe pont belemozdult. Cikcak! Oké. Hát ez 4 golyóba került. 2-vel több, mint kellett volna. 1-jel kevesebb. Még vissza tud jönni. Hűha! Kifogytam. Á, mondtam, hogy kevés lesz a lőszer. Hát igen. Pedig nem volt rossz. Hát lőszer kellett volna, igen, ez a tanulság. Tovább. Mamvio, nézem a feladatot. Hát ez nem egyszerű, nem egyszerű. Egy kis építgetős garázs projektnek nem rossz amúgy. Ránézek majd a videóra is, amit linkeltél. És akkor ennek Arduino a vezérlője? Target practice while you can. We're deploying soon.
jó, ránézek. Mondjuk ez akkor majd kell egy jó kamera, hogyha ezt tényleg elkezdjük építgetni. Csak hát... most webkamerát venni az így köszi. Mondjuk nem webkamerát kell venni. Egyébként érdekes, mert néztem, hogy amit most néztek webkamerán, azt én olyan 4 éve ezelőtt vettem olyan hát 10.000 forint körül. Most 63.000. Az egyik webshopba. És ez egy kis vacak 720p-s Logitech. El kell adni. Mondjuk ja. Mondjuk nekem nem lenne pofám ennyi eladni, de ez már csak ilyen szubjektív dolog. Ugorjunk egy queryt. Nézzük meg. Mi baj lehet? Ezekre a dolgokra még a GVH is ránézhetne. Jó, mondjuk nem csirkem el, az világos, csak... akkor is azért véleményes, hogy... 7-8000 forintos... webkamerát adnak... gyakorlatilag 10-szeres áron. Az ott egy heartbeat szenzor? Nem, UAV. Vagy mi? Légi asszisztencia. Valaki itt. Erről jön be mindjárt, mi? Hát, vagy nem jön be. Vagy tudja, hogy itt vagyok. Nem is itt volt. Köszi Manvio, köszi szépen. Most már neked is van ilyen billentyűd. Csináltam ilyen bit ikonokat, nem is tudom mi annak a rendes neve. Hát itt nincs senki. Mindenki tovább ment. Na jó, akkor csináljunk valamit. Hát ez kívül van a körön. És mindjárt el is indul a gáz. Ezt adunk azért a kocsiért. És akkor megyünk.
Hát jöjjünk ide, mindegy. És amúgy azt akartam kérdezni, hogy hány tárgyból lesz most vizsgátok itt tavaszi fél évben? Legfeljebb, úgy mondom. Mert még lehet, hogy nem dőlt el. Vezetek. Hát nektek is, Manvio, meg aki e-sporton van, azoknak is. De úgy általában kérdezem. Jó. Srác úgy gondolta, hogy megpermetez egy kicsit. De lehet csak ilyen jelzés értéke, hogy ne akarjak megállni. Hoppá. Hát itt kinézünk, hogy van-e valaki. Láda csukva. Első dolog, hogy azt kinyitjuk. Oké is. Na. Második féleseknek 4, negyediknek 2. Már nincs úszás, hát igen. Aha, tehát akkor olyan 2 kötőjel 4. 5 lenne, de 2-ből még ajánlott jegy, hát aki kap, ugye? Amúgy csak azért kérdezem, hogy mikor kezdődjenek a nyári projektek. Nem tudom, hogy menjünk-e innen tovább. De valószínű 2 hét múlva fognak. Legalábbis annyi előkészülés mindenképp kéne. Vegyük-e ki ezt a loadoutot, az a kérdés. Tetőmeta van. Csak mert... Lehet, hogy a progont már elkezdjük ki jövő hét utáni héten. C++, tehát úgyis van egy kis előtanulmány. Tehát ilyen prolog jellegű dolog. Itt meg akarok nézni pár ilyen apróság, azokat lehet, hogy elkezdjük már. Hanyadikai hét? És van 16. 25-én. Azon a héten már lehet, hogy elkezdjük. Viszont a többit azt majd csak júniusba. Június első hetébe. Mert arra azokra elő kell készülni. Hát Sotori, tudod, ez olyan, hogy
Nyilván én ahhoz úgy szoktam, úgy lenne jó, hát szoktam, úgy lenne jó ezt igazítani, hogy tehát nyilván nem várhatok meg mindenkit, mert nem is néz mindenki, tehát most a teljes vizsgaidőszakot fölösleges megvárni. Általában jobbak. Általában, nem mindig, általában a jobbak, azok végeznek viszonylag hamar. Tehát ilyen néhány hét, mondjuk 3 hét alatt. Ez így nem jó. Ez akár jó is lehet. Hát ő jobbak, hát na, hát tudom, ez furán hangzik, de na, akkor úgy mondom, hogy a legtöbbeknek sikerül hamar letudni a vizsgaidőszakot. Most a július első hetéig nem várhatok. És hát várhatnék, de fölösleges. Aki nem lusta, hát most nem is biztos, hogy a lustaságon múlik ez, de való igaz, hogy az is egy faktor. Tehát szorgalmasnak kell lenni, az biztos. Hát én nem tudom, hogy a játékosok mit élveznek abba, hogy így bekempelnek valahova, de most ezt akkor kipróbáljuk. Persze, világos, világos. Sotori, csak mondom. Hát, van jó, ebben látod, lehet, hogy igazad van. Nincs semmi robbanósom. Jaj. Na csak sikerül. Megállt itt valahol a srác, vagy tovább ment? Ja, tovább ment, ott van. Szóval, ja, szerintem. Aha. Itt ez a robbanás, ez gyanús volt. De mint meg elléptem, tudja, hogy itt vagyok fönn. Nem hiszem, hogy följön. Az igen. A meglepetés erejével akart hatni. Ó-ó. Hát, nem hagy a játék kempelni. Ajaj. Látjátok, a játék se akarja, hogy kempeljek. Indul újra. Hát nem tudom, Dufesz, mi lehet ennek az oka. Valami bugi.
SCOM Computers. Helyes, amúgy ki is vagyok tikkadva. Köszi, hogy szóltál. Egyébként a multit ki akarnám próbálni. Mondjuk most éppen akciós is. De még mindig picit több, mint az inger küszöb. Mint az én inger küszöböm. Ez egy távcsöves shotgun? Mi ez? Távcsöves sörétes. Hát dufesz. Ezt nem tudom megmondani neked. Itt most igazából az a tényező, ami bennem van, hogy nekem ez sok. Már túl van egy határon. Ugye az, hogy megéri, hát tudjuk, hogy mindig megéri. Mindig. De... ja. Nekem már túl van egy kicsit azon a limiten. Az ott jó lesz. Reméljük. Hát de multiba is kempelnek. Oh, de jó, hogy leestem. Kéne egy pajzs. Az egy kicsit furcsa, hogy multiba kempelnek. De a Search and Destroy-ba. Tovább kéne haladni csak. Hát én mennék amúgy. Ha. Elényúlok. Jó, tényleg most már menni kell. Még egy fegyót fő... ez mindenképp. Még egy fegyó kéne. Mindegy. Na, tipli. Aztán majd lesz valahogy. Game ad még egy ugyanolyan fegyvert.
Hát fölmászunk, vágátjuk. Szerintem itt lesznek. És nem. Meglepő. És akkor arra kéne tovább menni. Látsz, nézelődött, hogy mi van. Lehet, hogy volt nála egy FPS drop éppen. Na jó, menjünk tovább. Ja, csak pötyögtetnek, jó. Oké, és hát... Utás. A tetejére. Írom, hogy mondja, hogy incoming. Ha? Van a srác. Ja, csak az a baj, hogy én is kapom. Inkább tovább haladunk. Ha? Ott szaladtáltátok? Szerintem az tovább is ment. Hát jó. Nem vagyunk rossz helyen. Hát jó. Gas is closing in. Relocate in the safe zone. Hm. Nem sok minden van, amit tudunk csinálni. Valamerre tudunk mozdulni éppen, de nem biztos, hogy van értelme. Menjünk föl ide. Hát fővesszük ezt a kocsit, de az a baj, hogy ott pötyögtettek. Vagy elmegyünk ide. De gyalog átjolózni itt a reptéren. Hát esetleg megnézzük ezt. Ja. Ja.
Gondoltam. Nem baj, jövünk vissza mindjárt. Hát azt a loadoutot felvegyük. Csak úgy megyünk onnan tovább. Jajjaj. Utána jolózni kell. Hát, játszunk. Hát el ne vigye a kocsit. Épp esett le. Hűha! Ügyesek vagyunk mindketten. Nem baj, jövünk vissza. Szóval már nincs ott a loadout. Úgyhogy akkor elhozzuk, hát ezt a kocsit mondjuk. És bemegyünk a körbe. Vagy hát kicsit bentem. Fűha. Lehet, hogy elrontottam. Nem is erre kéne. Ajajajajajajajaj. Hát igen. Nem baj, megint jövünk vissza. Elugrunk oda. Kempeljél. Na most én kempelek. Ja, nincs ablak. Na nézzük, hogy... kell menni. Hát aránylag jó. Lőszer valamennyi van. Ebben nem nagyon. Inkább elcseréljük a pisztolyra, mert abban legalább van.
Ott szembe van egy srác. Ha. Nem bírtam ki. Hát lehet, hogy hiba volt. Aha. Igen, lehet, hogy hiba volt. De neki nem sok értelme van alapvetően. Csak előm a töltényeket. Ezt nem lehet fölmenni? Itt volt valaki, mint ja. Ja. Srác lő. Hát ennek így nem sok értelme van. Nyolc lőszer. Sok sikert. Kéne lőszer. Sehol sincs lőszer. Hát ez pech, rossz helyre ugrott. Mármint az ő szempontjából. De ez még mindig ott van. Menjük innen, azt mondod. Nulla lőszerre nem egy hű ötlet. Vagy ő menjen innen. Hűha! Igen, lehet nem jó ötlet így kiállni a erkélyre. Semmi páncélom, semmi. Váljunk egy ilyen növénnyel. Tényleg nem tudom, mit élveznek ebbe a kempelésbe az emberek. Ügycsörög és tényleg csak annyi, hogy elfogy a lőszer.
Hát ha. Úgyhogy nincs ott a srác. Ott mintha lenne. Hogy jöttem ide föl? Na de honnan jön? Mintha lenne egy kis cucc. Van lőszer. Ott meg volt egy srác. És pénz. Jó, most már úgyis mindegy. Hát akkor felszaladunk. Visszavesszük ezt a... De van csak, már nem akarok kimenni, mert... Ez már nincs ott. Vagy kiszedték, vagy... Azért nem akarok lemenni, mert... Az baj, leszednek. Tehát ha nem muszáj, tudod, kemperek. Vagy legalábbis... Valami ilyesmit hívnak kempelésnek szerintem. Látom a srácot. 20-an vagyunk. Aha, kell mennünk. És nagyon gyorsan kell mennünk. Hát. Társ. Itt nyílt egy ajtó valahol. Ott a srác. Basszus, még mindig ott van az ablakba. Nem volt pajzsom. Hát, 9. Eddig itt streamben ez a legjobb amúgy. Hát így sikerült, így sikerült. Köszi Ninja Sales, köszi. Lesz ez jobb? Mielőtt folytatnánk, egy rövid bioszünet. Jövök azonnal, srácok. Egy pillanat türelmet.
Már itt is vagyok. Jó. Na hát, pörögjön tovább. Nem volt ez rossz, de lesz még jobb is. Külföldi hallgató érdeklődik, hogy miért egyest írtam be neki, amikor négyes beszéltünk. Hát a hibák benne vannak. Igen, valóban rosszat írtam be. Majd javítom okvetlenül. Hát ez benne van, srácok, így a... Ez a fél év végi őrület, ez így... Hát lehet, hogy a névsorban megcsúsztam egyel. Á, de most hagyjam stresszbe még. Lehet, hogy ez élete legrosszabb délutánja lesz. Mondjuk se lesz jó, hogy mondod, mert... Akkor ezt meg kell néznem, tényleg. Majd ne kapjon már négyest, aki mondjuk... Hát igen, egyik se szerencsés. Na, maradjunk annyiba. Jó nekik máshol. Tananyag ugyanaz, csak kicsit más köntösbe. Ott most úgy alakult, hogy én döntöttem el, hogy mi legyen laboron. És úgy döntöttem, hogy nem a könyvet fogják írni. Hol voltunk az előbb? Itt, ugye? Valahogy itt. Hát menjünk akkor most megint ide. Itt haltunk meg az előbb, most kezdjünk itt. Nem, ők nem malmőztek. Kinyomta, hogy... Kimondta, hogy nyílj ki. Jaj, azért kicsit más jellegűbe nyomták. Na jó. Kifogyott. Megvárjuk. Hát mire újra töltött, már a szomszéd falukban van.
Ja, olyan furcsák a hangok. Lehet, hogy ez egy kicsit furán hangzott. Ott dünnyög. Önt. Még itt kint. Oké. Okay. Ha ott van a srác szembe. Kapott. Ó, oh, aha. Tört. Buti. Megpróbáljuk leszedni. Kurva kérdőre. Kár volt reloadolni. És most hogy menjek oda föl? Sehogy mi. Hát jó. Akkor nem firtatjuk. Claymore-tól nem tudok fölmenni. Ijeszgessé. Ujjaj! Nem okos, hogy így eljolózok, de jobb ötletem nem volt. Nem látom. Lehet nem követ le. Kösz, kösz. Ha már van. Pénz van. Kérjük le ott a loadoutot. Hát ja. Ha már erre jártam, akkor itt egy kicsit. Nem, ezt. Meg egy ilyet. Szeretem ezeket a burstös AR-eket. You've got a
inbound. Volt valaki? Aha. Hát elment. Hát lehet, hogy ezt a bountyt föl kéne venni, csak pont ott van a srác. Szerintem bent. Hát ha csak nem tovább ment. Hát mindegy. Majd ha összefutunk vele, akkor dumálunk egyet. Nem látom. Bár az semmit nem jelent, hogy én nem látom. Csak ezt fölvesszük. Oda ment volna tovább esetleg. Hát nézzük. Volt itt valaki? Mint a lépéseket hallottam volna, de az semmit nem jelent. Na, nézzünk rá a térképre. Az biztos. Hát, majdnem középen vagyunk. Esetleg egy ilyet megcsinálhatunk. Elég szívás oda eljutni, de menjünk. Hopp, hopp, hopp. Nagyon érdekes. Ahol lehet. Ha? Ott egyet. Még csak egyet. Ó, hogy nem tudok itt kinézni. Meg már nem fogom látni. Na jó, mindegy. Szerintem inkább vegyük fel ezt a Rikont. Nem biztos, hogy van értelme ezzel a srácait harcolni. Ez bent a budiba szerintem. Aha.
Hol van? Hát jó. Mellé lőttem. Ez még... Ajjajajajaj. Hol vagy? Feküdj itt a földön, te. Jön vissza. Ki lőtt le? Ó, valaki főtt a lépcsőn harmadik. Gratulálok. Hát jó, mindegy. Mikor ráugrunk erre a Rikonra. De még nincs itt senki. Senki. Enemy dropping into the AO. Aha, itt valaki meghalt. Bocsi haver, de kell a cuccod. Micsoda skin, nagyon tűz. De valami itt tört volna. De akkor lehet, hogy a szomszédba. Ezt nem hiszem el, srácok. Ó, pedig elég jó helyen voltunk. Ez nagyon bosszantó. Hát nem baj, újra. Hát Manvio az szólóba esélytelen. Néztem tegnap, amúgy pont a VR-osok azzal nyomták, tényleg nagyon jó pörgős, de azt egyedül nem biztos, hogy élvezném.
Szóval legalább ketten vagy, de inkább hárman. Közben átírom csak ezt a jegyet. Szegény srác. Csak hogy ne aggódjon a srác itt, hogy rossz ilyet írtam be. Hát figyelj csak. Játszunk majd, az biztos. Csak... ez tényleg hárman lenne jó. Nézzünk egy ilyet, szerintem nem is voltam a kórházban. Az mennyire meta. Hát még jó jönne valami, mondjuk az. Tökéletes. Egy LMG az mindig jó jön. Nem jött ide senki. Még ez az ajtó... ez nem is ajtó? Nem, ez nem ajtó.
Nagyon furák a hangok tényleg. Lehet ide ugrik. Nem mászunk fel. Itt volt ezen az oldalon pedig. De hát már nincs itt. Nem látom sehol. Na mindegy. Nézzük meg ezt a Recon-t. Ezt meglátjuk, hogy vannak-e itt. LMG-t mindig dob. Ez nem is az. First tire. Pénz. És akkor szekuráljunk. És na, hát mennünk kell majd, amíg van idő. Hát hova? Igen. Hát reptéren voltunk az előbb. Nézzünk be ezekhez a házakhoz. Ezzel a kocsival. Hát vagy inkább vegyük fel ezt a bountyt. Mi baj lehet? Train Station, másik Recon. Hát... Csináljunk még egyet. Csináljunk egy Bounty-t. Utána... Nem hagy a játék játszani. Átadom. Tetőmeta. És akkor most hogy megyünk ki innen? Hát ez szívás. Hát mondjuk ha leugrik, akkor... Nekem így is jó. És akkor így tuti mehetünk. Jó. Itt se vagyunk. Majd visszajön. Csak muszáj volt leszedni. Megállok egy percre.
És akkor ezt a Recon-t... Ez nem az, ez Scavenger. Ez a Recon. Megnézzük. Hát már nem nézzük meg, mert valaki fölvette. Másik meg nincs a környéken. Hát Scavengert meg fölösleges csinálni. Akkor jöjjünk be ide. Hát benzinkúton mindig vannak. Menjünk be abba a házba. Hűha. Ja. Bejünk ide. Ez is egy magas ház. Nincs itt senki? Vajon? Ahogy látom, nincs itt senki. Jó. Hát rossz helyen nem vagyunk. Meglátjuk a következő kört, hogy milyen lesz. SLT Lord, hát igen. Vagy nem figyelsz és belemész egy Claymore-ba. Vagy csak nem veszed észre. Ó, tényleg Manvio írt egy hidratációt. Igen, ez fontos. Csak ha sok a hidratáció, akkor nagyjából egyenes arányban nő a bioszínet is. Ott egy Recon. Nem bírom én ezt a kempelést. Van itt adtunk egy kocsi, ugye amivel jöttünk. Hát nézzük meg. Na, erre bemondja, hogy enemy soldier incoming. Ugye Manvio, nem kell itt kempelni. Itt kempeljünk itt.
Benzinkút lesz. Kedvencem a benzinkút. Na honnan lőtték agyon a benzinkútról? Ha? Vannak kétségeim, hogy ez jó ötlete. Na, itt volt a srác. Felejtje meg. Hát ezt ő megnyerte most. Igen. Ő ezt most megnyerte. Ugorjunk rá. Hát ott van még mindig. Nem fog elfutni onnan. Hát, vagy mégis? Futkározik. Így beugrunk ide. Elgondoltam. Egyből megy a pötyő. Mondjuk rossz gránát volt, de nem én miattam. Csak ott tud följönni, ugye? Hát ott meg valószínűleg nem fog följönni. Legalábbis nem lenne okos. Jó nagy a forgalom. Megy mindenki befele. Kéne felszerelés. Srác már elment innen. Hát lehet már nincs itt. Ez talán ad valami kis felszerelést, ez a Secure. Ó, de jó. Legalább visszaszereztük a felszerelést. Legalábbis egy részét. És akkor most tovább kéne menni. Reptér. Hát... majdnem mindegy amúgy. Valahova bejövünk erre, aztán... de nagyon open lesz szerintem a vége. Tudom. Hát bejöttünk. Nem lehet felugrani. Az igen.
Kipróbáltad a srác az RPG-t. Nem baj, legalább tudunk egy jót ugrani. Nagyon vannak ott. Mondjuk nyilván a következő srác, aki leérkezik, az fog megölni. Hát itt nincsenek. Ide lentről nem lehet följönni, ugye? Hát igen, van viója. Még is meg lett, mert meghalt csak. Közben leszedett. Na ez viszont elég jó pozi, hogyha nem ugrik ide valaki. Ha meg ide ugrik, akkor meg lelőjük és kész. Ennyire egyszerű ez a játék. Én most ugye csábító az, hogy pötyögtessünk lefele, de... meg kell állni. Nincs lőszer. Csak amennyi most be van tárazva. Hát többet kell nézni az eget, mint a földet majd. Nem engem pötyögtett a srácot szerintem, aki esett le. Hát... akár bográcshozhatnánk is itt fönt egyet. Ennyi. Jók vagyunk. Mondjuk, hogy nyerni hogy fogunk, azt nem tudom, de... jó helyezést lehet hozni. Nem esett ide egy loadout se, ugye? Hát ez nagyon messze van. Hát igen, Manvio, ez csak közelre. Egy fölösleges pötyögtetni. Hát megy a kemp, hát. Kíváncsi vagyok, a kövi szűkülés hova lesz, hát... biztos menni kell, beszűkül oda valahova az openbe. Meglátjuk. Hát valahogy, valamikor le kell, igen. Hát ha. Na lássuk, hova megyünk. Aha, menni kell. Azt mondja, hogy... hát majdnem mindegy, mert ez... egyik se jó. Itt mi van? Hát mondjuk az nem olyan rossz. Hát kérdés, hogy vannak-e alattunk? Szerintem biztos.
Aha, oda már egy srác. Hát, de tovább is megy. Jó. Loadoutra. Hát, elugrok addig. Még ott vannak a gépbe. Onnan pötyögtetnek. Hát megpróbáljuk azt az épületet. Közben kicsit nézelődünk. Aha. Jaj, jaj, jaj. Mindenhonnan lőnek. És le is szedett. De hát tudta, hogy itt vagyok. Sőt, itt is. Hát igen, 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 látta. 10. Hát ez most így sikerült. Legközebb a loadoutra megyünk, és akkor legalább fegyverünk lesz. Nem baj. Hát ez sokan voltak alattam, igen. Ez várható volt, hogy leszednek. Semmi gond. Tovább. Hát, mintha úgy tűnne, hogy reklamációk már nem nagyon érkeznek. Még itt nekem lesz két védés, amit meg kell néznem. Még ezt hallgató küldött. Úgyhogy úgy tűnik, hogy tényleg vége a fél évnek. Még a levelezős e-sportot kell, de az kicsit más. A levelezős képzés mindig olyan... Más egy kicsit az ütemezés. Amint a hivatalos ütemezés ugyanez, csak picit lehet rugalmasabbnak lenni. Főleg most ebbe a szituba. Mondjuk nekik ugyanazt kell csinálni, mint a nappal is e-sportosoknak. Vagy hát e-sport hallgatóknak. Jaj. Prison. Ne. Ha benne lenne a körbe, akkor esetleg. Hát nézzük meg itt ezt. Hát legyen ez. Bármi lehet. Hűha.
Leszett hátulról. Nem vettem észre. Nem baj, jövünk megint. Csak hát nem oda. Hát nézzük meg itt. Hát ez nem sikerült most olyan jól. Nem baj, megint megyünk. Még egy. Egyébként már gondolkodtam tényleg a sub-badge-en, csak még nem volt időm eleget gondolkodni rajta, de most már majd csinálunk. Csak még a témát is meg kéne találni, hogy milyen legyen. Rossz gombot nyomtam. Nem szólott, nyomtam. De. Hogy került oda a srác mellém? Hát igen, nincs a rákon, de... De azért kéne valami. Valami tematikát javasolhatnátok. Hogy milyen legyen. Hát... Nem tudom, se lesz... Mit tudom én, lehetne ilyen diploma. És akkor abból lenne vörös, meg... Kék, meg sárga, meg gyémánt, meg arany, meg mit tudom én. LMG-vel 5 centiről agyonlőtt a srác. De gondolkodtam már ilyen... Ing meg nyakkendő, csak az a baj, hogy olyan már van, most megnéztem. Amint, hogy tudjátok, van a streamel tanár úr, hát ez a neve, és neki ilyen a sub-badge. Hát, mami jó. Nem, nem, hát figyelj, egy dolgot kell csinálni ahhoz, hogy diplomát kapj. Tanulni. Easy. El kell szánni az időt. Sokat. Nagyon sokat. Én okos tojás vagyok, mi? Nem, nincs a rákún. Hát jó, hát benne van a pénz is, hogy kicsit úgy megcsúszik az ember, vagy ilyesmi. Olyan se lesz, viccelek. Na. Rögtön találtam egy pajzsot.
Hát jó. Akkor nézzünk szét. Oké is. Valaki erre itt tipeg itt a környékbe. De... lehet, hogy csak én hallom úgy. Vagy a lövéseket hallom, az is lehet. Itt a távolba megy valami. Pont arra kell menni. Ez hasznos. Ha? Valaki jön. Éppen ugrott valaki. De lehet nem ide. Vagy már megint rég a tetőn van. Jó, hát menjünk. Aztán majd lesz valahogy. Nem tudom eldönteni, hogy valakit hallok, vagy csak a lövöldözés. Hát... tudta, hogy ott vagyok. Meg beadta a fejest is, valószínű. Igen, most... Salesz is megmondta a frankót. És nem itt van. De akkor hol? Ja, itt. Erre ad egy pajzsot. Fasz. Ez bosszantó. Hát... futás. Hát, ha itt nincs senki. Nagyon dünnyögnek a ládák. Úgyhogy valószínű... oké is. Ide még fölnézünk, hogy... mi dünnyög itt. Oké. És már csak lőszer kéne. Remek. Hát akkor kb. Minden van.
Hát én nem tudom. Én tanárnő kapcsán nem tudok nyilatkozni, mert nekem nem ő tanította a logikát. Nem tudom, hogy nálam itt érdemes, hogy érdemes hackkelni. Hát benn vagyunk középen, az az igazság. Személyesen sem mondta meg. Érdekes. Hát még nagyon hosszú ez a meccs így. Tényleg rettenetes ez a kempelés. Semmi nem történik, itt ülnek. Hát ez az Iboti, látod? Én nem tudom, hogy... Jó, hát lehet, hogy ők se élvezik, akik ezt csinálják. Csak winre mennek. Na nézzük, most is nekem is lőszer van. Kétféle fegyver. Még a sniperbe elférne pár, de... Ha nem pötyögtetek, akkor nem. Nem gond, ebbe van. Van pajzs, pénz, minden van. Most hova menjek? Elkezdek kóvályogni, akkor meghalok. Sotori már megvan, hogy ki lesz a kövi oktató. Tamás. Hát nem tudom, hogy akkor valószínű tartalmilag nem nagyon fog változni, bár fene tudja. Szerintem alapvetően mondjuk a tematika adott, nyilván. Tehát, hogy azon belül hogy kérdezi, mint kérdezi, hát ez majd kiderül.
De szerintem úgy nagyjából ugyanaz várható, bár nem tudom, tényleg. Ja, majd elválik. Hát rettenetes így ez a játék. UAV overhead. De az biztos, hogy egy ilyen logika vizsga kapcsán sokat segít, hogyha valaki, aki érti, elmagyarázza. Nekem is az segített záróvizsga előtt. Képzeljétek, nekünk az MSC záróvizsgán volt logika tétel. Nagyon örültem neki. Ráadásul kettő is. Két logika tétel. Nekem egy kedves mérnök hacker barátom magyarázta el, aki érti a logikát. Az sokat segített. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Ott jön egy srác. Hát történjen valami. Rá kéne menni. De lehet, hogy nem muszáj. Mert pajzsa, hát mondjuk rak be újat. Kilógsz, haver. Az igen. Az kiszedett. Rá kellett volna futni. Az az igazság. Hát akkor fölvesszük ezt a loadoutot, aztán megpróbáljuk megbosszulni. Hátba. Látjátok, ha kempelek se sikerül. Na, menjünk még egyet. Még egy utolsót. Elvonjátok a figyelmem a logikában. Nem, nem, nem. Rossz döntést hoztam, rá kellett volna futni, amikor downoltam. Ott rontottam el. Hát igen, Gergő az vágja a logikát, az biztos. Csak hát ez is, ahogy neki is mennyi ideje van, ugye? Mert most ugye TDK-zott is, meg... Hát ő is sok mindent csinál.
Így van, Ninja Raccoon, ennyi. Legrosszabb esetben is másodikak vagyunk. Hol vannak az emberek? Most ez ilyen Benny Hill, hogy egymást kergetjük? Hát igen, dobogós, az kétségtelen. Erről nekem mindig az jut eszembe. Hát nem biztos, hogy ezt el kéne mondanom, de... hogy volt egy olyan év, olyan TDK, hogy valaki egyedül indult a szekciójában, és második helyen végzett. Nem tudom, hogy... menjünk az építkezésre, vagy inkább ide. Hát inkább ide. Hát jó messze van mondjuk. Hát... menjünk. Ezt meglátjuk. Hát jó, mondjuk nem ő... döntött el, hogy második lesz. Tehát ezért fura, hogy... már. Az igen. Hol a srác? Ha, itt pötyögtetnek. Hát nem pötyögtem. Ja igen, azért. Hoppá. Vegyek föl még egy LMG-t? Lehet jobb, mint az Oden, de... na. Csináljunk meg ezt a bountyt. Ugye hát próbáljunk meg. Vagyunk tető. Nem, itt van valaki. Akkor megpróbáljuk itt összezavarni.
Én rosszul láttam? Jaja. Én is azt vettem észre. Hát nem sikerült. Már bounty. Ő eddig is itt volt. Hello farkas botond, üdv újra itt. Na még egy, de most hát tényleg azért, mert ez gyors volt, akkor még egy utolsó, hát ha az jobban sikerül. Hanyas szintű vagyok? Parancsolj! Ez... 66. Hát nem játszok vele túl sokat mostanában, mondjuk korábban se. Hát nem rossz, de azért, na. Ugye a... Ugye fél év zárás kapcsán olyan sok időm nem volt játszani. Lehetne ez magasabb is. Most töltöd? Új játékod. PS, Nem szóltok. Jajajajajajaj. Hát én nem mondanám magam ügyesnek, farkas botond, hogy őszinte legyek. Hát... Milyen játékaim vannak még? Hát van sok. Hogy mivel szoktam játszani? Hát... Főleg ezzel, hogyha ilyen kikapcsolódás céllal. Egyébként meg single player játékok, főleg ilyen story based gémek. RPG-vel főleg. Ha érdekel, szerintem jövő héten, de ez csak ilyen spoiler, elkezdjük a Witcher 3-at. És egy New Game Plus legnehezebb fokozat.
amiben még nem vagyok biztos, de szerintem az. És megpróbálunk mindent megcsinálni. Nyilván, amit abba a sztori folyamba meg lehet. Na ugye ezt tudjuk, hogy a Witcher 100%-ra nem lehet játszani. Kaptam egy LMG-t, de rég volt már ilyen. Megint lépéseket hallok, de lehet, hogy csak lövések. Ja. Hát, Satori, igen, most így. Ez a sorozat is nagyon beindította a dolgokat. Én gondolkodtam, hogy az 1-2-t is meg kéne itt végig kéne itt játszani, de az 1-hez nagyon nincsen kapacitásom. Azt én végigjátszottam, nekem az úgy elég is volt. Szerintem egy nagyon jó játék, csak hát nem öregedett szépen. Maradjunk annyiba. Hát a 2 meg nettó sztori. Tehát az inkább a sztori ott, ami nagyon erős. Szintén szóval azt is végigjátszottam nem olyan régen, és amit mindig is akartam, hogy a 3-at. Tehát a New Game Plus-t akarom megnézni egyrészt. Másrészt meg tényleg a legnehezebb fokozaton ilyen challenge jelleggel. Szerintem még így is amúgy könnyebb, mint egy Souls-like game egyébként. Amint a legnehezebb fokozatja is könnyebb, mint egy Dark Souls például. De majd meglátjuk. Hát Manvio, megmondom őszintén, hogy nagyon szívesen, de 60 euró. Aztán meglátjuk most. És vettem egy-két gémet. Egyrészt a Command & Conquer-nek a Remastered Collection-jét. Meg volt egy ilyen collection a Square Enix Eidos Anthology, így le volt akciózva, azt is megvettem. És most az így egy darabig elég lesz. Jó, persze még Assassin's Creed odébb van. Akár még benne is lehet a pakliba. Bár jó lenne, mert azzal egy kicsit el vagyok maradva. Hát nem is tudom, melyik AC-vel játszottam utoljára ilyen harmadik rész, második, nem is tudom, régen nagyon. Sorozat is nagyon jó egyébként. Szerintem. Nekem tetszett. Hát reméljük, hogy fognak rajta azért dolgozni. Mármint olyan értelemben, hogy jó lett, de hát 8 rész. 8 rész az 8 rész. Az én szememben nem sorozat. Hát igen, a Souls game-ek azok persze nehezebbek, sok szempontból,
Viszont az nem az én stílusom, tehát nekem az nem... Szerintem, nekem őszintén szóval túl nehéz is lenne, szerintem. Tehát én azt nem élvezném. Másrészt meg... Nem az én stílusom valahogy. Merre pütyögtetnek a távolba. Ja, hát ha karácsonyra leakciózzák. Hát a GTA-t meg végképp nem az én világom. Játszottam az egyel meg a kettővel annó. Gyerekként. Úgy oké. Na valamit csinálni kéne. Mert... Bár nyomhatjuk úgy, mint... Nessai szokta. Számoljuk a csempét. Nem is szokta. Egyszer volt ilyen talán. Szóval meglátjuk majd, hogy az új LC-vel mi a helyzet. Most a jelenlegi helyzetben olyan sok pénzt nem akarok költeni. De meglátjuk, meglátjuk. Hát nincs a környékben semmi. Hát... Max ezt a kamiont... Egy kicsit... Megtunkoljuk. Oh-oh. Nem értem, hogy nem akart elütni. Félt, hogy lelövöm. Csináljunk meg más nem ezt a scavenger-t. Valamit csináljunk. Na vajon vannak-e itt? Szolidan bejöttünk. Aha. Itt a srác árnyéka. Most mondanám, hogy RTX, de nem. Nincs bekapcsolva. Az LMG helyett jó jönne valami más. Srác, nem mi volt? Semmi. Hát mindegy, akkor csapatjuk LMG-vel. New objective identified.
Kés. És menjünk tovább. Ezt a srácot le kéne szedni. Adta a fejest. Jó, hogy jöttél. Miért reloadolom az LMG-t? Lövök hármat és reload. Pajzs. Várjunk egy kicsit. Mi van itt? Ez jobban tetszik most. Bár az LMG-vel jól megy. Dunkolok, mint egy őrült. Na jó, hát várunk egy kicsit. Még ez a kör beér, aztán megnézzük, hogy kell-e mennünk és hova. Hát... Military base-re csak ne menjünk. Ha egyáltalán kell most mennünk még. Hogy menjünk át ide. Menjünk. Csak akkor nem erre kéne. Fölmegy. Mi nem menne föl? Jó, jön egy heartbeat szenzor. Tetőn biztos vannak. Itt szaladgálna a tetőn. Lehet, hogy csak én hallom meg én rosszul.
Hát jó. Tudta, hogy itt vagyok. Semmi baj. Voltak. Hát itt nem vagyunk valami jó helyen. Várjuk, hova szűkül a kör. Na, valamerre elindulunk. Addig egyé válok egy bokorral. Menni kell. Gyorsan kéne menni. Kocsi nincs. Hát... Pont a tetőt biztos letartja. Ott valaki megindult. Hát mindegy, bejövünk ide. Az a baj, hogy gyalog vagyunk. Ha csak addig le nem lőnek. Na, ott már ment egy srác. De hova ment? Ja, a kocsi lehet. Hát mondjuk azért a kocsi, én is elmentem volna, de... Mindegy. Kína lőszer. Jó. Hát itt egyelőre jók vagyunk. Hát mondjuk az túlzás. Menni kell tovább. Hát... Nézzük meg ezt a kocsit. Valahova be kéne menni. Ő valaki nagyon... Kifogytam. Lőtte az ajtót a srác. Hát, kilőtt a szerverről. Az igen. Na jó van. Hát, szerintem ez egy remek végszó egyébként a mai napra.
úgy elég is volt. Hát, jó kis chilles délután volt. Biztos vagyok benne, hogy lesz még ilyen, nem is kevés. Hát alapvetően akkor hát jövő héten folytatjuk, mármint abban az értelemben, hogy én még így készülgetni fogok a Prog 1-es? Tehát a haladó C++-os anyagokkal, tehát arra fogok egy kicsit készülni. És akkor valószínű utána héten elkezdjük a haladó C++-t, ez a május 25-e környéki hét. Hát majd ott mondani fogom, lesz egy kis felvezetés, és utána tulajdonképpen a Strawsup könyvnek a harmadik részét fogjuk megnézni. Tehát azt fogjuk hát tulajdonképpen végigcsinálni ilyen példákkal, meg ilyesmivel. Aztán hát jövő héten akkor, ahogy mondtam, szerintem elkezdjük a Witcher 3-at. De majd még ezt majd még írom, meg majd mondom, hogy akkor mi lesz. Twitteren szoktam írni, itt a csatorna leírásába itt alattam van a link, nyugodtan kövessetek ott is. Jó? Oké, és akkor majd jönnek a... Amint még írtam, lesz egy garázsprojekt ilyen OBS-hekkel is, meg csinálunk egy tutoriált ilyen Ray Tracing meg Unreal Engine tulajdonképpen. Jó, amiben az lesz az érdekes, hogy én is akkor fogom megtanulni, de majd megtanuljuk közösen, hogy hogyan is kéne, meg mint is kéne. Oké, és rendben van. Na, akkor én már megköszönöm a figyelmeteket. Ma is meglepően sokan voltunk, és akkor jövő héten találkozunk. Na, sziasztok!